Ebben a projektben mennyi a közpénz esetleg, ha van, és a felbocsátástól kezdve az egyetemi munkaóráig, miközben romok van az egészségügy, mindegy. Mindegy, az eleje az lehet, hogy kérdés. Okay, ezt a fajta dolgot én végigéltem már a Maszatnál. Minden űrtevékenységben közpénz van, még abban is, amit Elon Musk csinál. Tehát lehet ezen élcelődni, hogy romokban az egészségügy, stb. Igen, csak azt felejtik el ezeknél a gondolatmeneteknél, hogy az űrtevékenység az egy jó befektetés, egy befektetett euró hatott fial, és hogyha vannak olyan cégek Magyarországon, akik fel tudnak épülni, nemzetközi piacra tudnak beszállítani, mindegy, hogy az az Európai Ügynökség, a NASA vagy piaci szereplő, ilyennek és olyannak is szállítunk be, de azután elég komoly adót fizetünk. És hogyha egy befektetett euró hatott fial, és hogyha az az egy befektetett euró közpénz volt, az megjelenik befizetett adóként, majdnem 2 euró formájában. 2-2,5 euró formájában. Tehát igen, pont ezekből a közpénzbefektetésekből lehet majd az egészségügy, az oktatás és egyéb dolgokat rendbe tenni. Mert ez egy eléggé komoly exportpotenciállal rendelkező tevékenység. Az a helyzet, hogy most ebben az esetben, a Vren esetében egy magyar cégnek szállítunk be, de ő is, hogyha készül az a Sky Monitoring rendszer, akkor az az előnye ezeknek a műholdaknak, hogy körbeesik a Földet. Tehát itt nem egy regionális szolgáltatásról van szó, hanem worldwide szolgáltatást tud ez a magyar cég is építeni, azaz az export potenciáját növelte. Úgyhogy ezt így kell nézni, nem úgy, hogy ebben most konkrétan mennyi. Igen, volt valamekkora arányban, biztos vagyok benne, közpénz, amit a cég forrásként igénybe vett, hogy ezt a műholdat felünk megépítesse. Mi is, mint cég, vettünk már részt olyan források beszerzésén, ahol a saját technológiai fejlesztésünket, piacra vitelünket, akár hazai forrásokból vagy pályázatokból finanszíroztuk meg, de azt kell megnézni, hogy 80-90%-ban exportra dolgozunk, mi is. És ez egy nagyon hosszú távú befektetés a jövőbe. Olyan cégek, mint mi, most már mi is több mint 50 emberrel dolgozunk, több mint 50 embernek adunk munkát, nagyon nagy hozzáadott értékű területen. Ha ilyen cégekből föl tud épülni ide haza egy ökoszisztéma, és már több száz embernek adnak munkát, akkor ez is egy jó befektetés, meg az is egy jó befektetés, hogy ez a rengeteg ember azt a több millió euró megtermelt árbevételt leadózza, és megtermeli a közpénzt. Úgyhogy ezt mindig innen kell nézni, innen érdemes nézni. Nem illetlenül tettem fel ezt a kérdést, mert eléggé, igen, hát sejtettem, hogy meg fogod tudni jól válaszolni, és sikerült is, úgyhogy igen. Általában széles látókörűen kell kezelni ezt a helyzetet, tehát nem azt, hogy éppen jelenleg mi van, hanem hogy tényleg hosszú, vagy akár már középtávon milyen előnyei lehetnek bármilyen űripari befektetésnek, mert azt mondják, hogy tényleg ez a század, ez egyértelműen az űrkutatásé lesz most már. Az űripari főleg. 2040-re, 2050-re mondanak projekciót, és a jelenleginek akik enyhében fogalmaznak, azt mondják, hogy a 4-5-szörösére, akik kicsit erősebben 7-10-szeresére fog növekedni az űripar. Ami azt jelenti, hogy 1 trilliárd dollár fölé fog menni az éves árbevétel az űriparba. Szerintem nagyon sok ember számára felfoghatatlan, itt milyen pénzekről beszélünk. Tehát abszolút, most őszintén a legtöbb ember azt se tudja felfogni, hogy mennyi 1 millió dollár. És most csak egy teljesen, ez egy nagyon kerek számnak tűnik, de hogy ennek milyen vásárlóértéke van, vagy ezért mit érhet el mondjuk egy cég, egy vállalat, személy, tehát fogalma, és akkor itt trilliárdokról van szó. Tehát. Igen, és hogy egy kicsit képbe helyezzem ezeknek a műholdaknak a költségére az embereket, példának szoktam mondani, hogy attól függ, hogy kivel beszélünk, például precíziós mezőgazdaságban általában szokták azt a zöld, kis sárga csíkkal ellátott erőgépgyártó céget ismerni, nem reklámozzuk őket, egy kedves állat a logójuk. Na, ott a 9000-es szériás erőgép, azaz
traktor kerül annyiba, mint a Vren műhold. Yeah. Egy darab traktor ára egyenlő egy műhold árával. Tehát nem arról beszélünk, hogy egy elérhetetlen és kifizethetetlen áru hobbi műholdak épülnének, hanem igenis ezek megfizethetőek. Nem kell a mezőgazdaságban annyi műhold, mint a hány traktor, de egyébként egyszer az illető cég marketingvezetőjével beszélgetve egy rendezvényen azért nagyon hamar felcsillant a szeme, hogy nekik igazából minden 26. traktor árába beleférne egy műhold, amilyen extra szolgáltatásokat a műholdak révén nyernének. És így már el is érkeztünk oda, hogy olyan szereplők válnak érdekelté a műholdas technológiába, akik korábban egyáltalán nem használtak ilyet. De csak gondoljunk arra, hogy egy traktor mit tudott 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt, és mit tud most. Bizony. Jelen pillanatban ott tart a technológia, hogy pilóta nélkül el lehet elengedni ezeket a traktorokat, mert egyébként 1-2 cm pontossággal vissza tud állni a sorra. És akkor ez, és meg tudja művelni. Ez annyira érdekes, mert aki látta a Csillagok közt című filmet, a Interstellar, pedig az egy science fiction is. A jövőben ugye elindul a traktor, és akkor azok mennek és teszik a dolguk. Traktorok voltak. Valami mezőgazdasági. Nem traktorok voltak, de egyébként benne. Igen. Tehát, már most is vannak ilyenek. És ez már annyira nem a jövő, ez már annyira a jelen. Lehet, hogy nem Magyarországon is, nem mindenhol, de teljesen elérhető. Itthon is vannak olyan mezőgazdaságok, ahol teljesen önjáró autonóm traktorokat használnak. Itthon is van kiépült rendszer, ami biztosítja ezt a precíziós visszaállást. Sőt, Magyarországon nagyon jó cégek vannak ezen a területen, akik ezeket a rendszereket fejlesztik, és az egyik legjobb rendszerek Magyarországon vannak. Úgy egyébként versenyképesek nemzetközi piacon is. Én már hallom a hangokat. Elveszik a munkát! Elveszik a munkát! Elveszik a munkát! Elveszik a munkát! Azt add el! De hogy is lesznek újabb izgalmasak, sokkal többet tudunk fókuszálni az igazán fontos dolgokra. Persze. Ez minden egyes ipari forradalomnál így történt. Szerintem nagypapáink nem bánták egyáltalán, hogy nem kell kimenni minden egyes nap nyáron kaszálni, betakarítani, hanem mondjuk valami értelmesebb, sokkal az emberiség fejlődését jobban segítő munkákra tudtak egyre inkább időt fordítani, és nem pedig az alapmunkákra. Tehát ez minden, már pedig én hiszem azt, hogy egy ipari forradalom zajlik most, csak sokan ezt nem veszik észre. Űripari forradalom. Űripari, mesterséges intelligencia, robotika, tehát ez mind itt van, és ez mind történik. És az egészségügyet se hagyjuk ki. Igen, bizony. Elképesztő fejlődésre megy keresztül. Bizony.